Köszöntöm a nézőket! Egyházmegyei magazinunk következő adásában Felföldi László püspökkel fogunk beszélgetni, és a témáink az új tanévkezdés, illetve hogy újraindultak a férfi találkozók, a zarándoklatok, illetve a tervek, amik még erre az évre szólnak. Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk ide! Én is nagyon köszönöm a találkozást, és szeretettel köszöntöm a nézőket. Először is erről az évről, a 2022-es évről egy pár mondatot, hogyha mondana. Most már a pandémia után meg lehetett rendezni, gondolok itt a keresztútra, igaz, hogy az időjárás közbeszólt, de zarándoklatokat is lehetett szervezni. Mennyiben volt ez más eddig ez az év, mint a 2021-es? Egészen más volt, hál' Istennek, és azt gondolom, hogy nagyon gazdag, csodálatosan sikerült, gyönyörű programjaink voltak. Amik nem teljesen sikerültek, azok is nagy-nagy üzenettel zárultak, így a keresztút, ami említésre került. De például a Mária Gyüri gyalogos zarándoklat, ahol nagyon sokan voltunk, vagy az augusztus 20-ai családi nap, ahol szintén nagyon-nagyon sok család itt volt a püspökségi rendezvényen. És boldog vagyok, hogy ezek gazdagsággal, erővel, szeretettel töltötték el az emberek, a családok szívét. És tulajdonképpen minden programunk szépen működött. Tehát azt kell mondanom, hogy most már beálltunk a munkába, az életbe, és szép lassan, mint sok minden mást a történelemben, el kell felejtenünk, hogy pandémia, hanem hogy itt vagyunk és dolgozunk. Mennyire sikerül megszólítani az embereket, a családokat? Mi a tapasztalat, illetve mik azok a programok, amikkel a leginkább lehet szólni a lakossághoz? Itt én úgy élem meg, hogy valami különleges, természetes megszólítási lehetőség van, és bárhol találkozok hívekkel, családokkal, vagy meghirdetünk ilyen programokat, akkor nagyon sokan jönnek, nagyon sokan érdeklődnek. A családoknál természetes, hogy első számú szempont, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. És láttam itt is, hogy gyerekek játszottak, rajzoltak, és a szülők boldogan szemlélték az eseményt. Tehát de ha egy gyerek nem jól érzi magát, akkor a szülő képtelen megtalálni a helyét, megtalálni az örömét. És a családok szempontjából így. Aztán nyilván más a felnőtteknek szóló üzenet, vagy a gyalogos zarándoklat, vagy most lesz egy apa-fia zarándoklat, ott egy kicsit azt mondjuk, hogy egy kicsit vagányabbul, határozottabban kell beleállni, de ott ők is érzik, hogy ez most nekik szól, és nekik kell jelen lenni. Hogy kell ezt az apa-fia zarándoklatot elképzelnünk? Ez valójában a férfi csoportnak egy akciója, egy gyönyörű lelki napja. Ez egy lelki nap lesz, ahol a férfiakkal megyünk, Mária Gyüdre egy gyalogos zarándoklat, de természetesen várjuk a fiaiakat is, hiszen a fiúból férfi a férfi mellett lesz, és ez is egy ilyen, hogy viseljük a szenvedést, a meleget, a hideget, a emelkedőket, de ez egy nagyon kiváló alkalom lesz, és jó beszélgetni, látni egymást. Úgyhogy ebben is nagyon bízom. És hogyha már erről a zarándoklatról beszélünk, akkor újraindultak a férfi találkozók. Miért tartja ezt fontosnak, hogy bizonyos időközönként a Pécsi Egyházmegye különböző településein összegyűjjenek? Milyen témákat hoznak most itt föl? Az elején tényleg én tartottam fontosnak. Most már azt kell mondanom, hogy a férfiak tartják fontosnak. Tegnap meg volt a második évad első találkozója, és kb. 130 férfi volt itt Pécsen. Ma este folytatjuk tovább. Igény van, belső igény, és én büszke vagyok ezekre a férfiakra, hogy igényesség van a lelkükben, hisz munka után, család mellett, este, fáradtan, eljönnek, és azt mondják, hogy töltsünk együtt egy estét, de amikor elköszönünk egymástól, amikor kezet fogok velük, akkor látom a tekintetükön, hogy ez megérte. Ez, hogy mondjam, jó mulatság, férfi munka volt. Tehát, és ezért tartom nagyon fontosnak. Tehát tulajdonképpen gondolunk, tervezünk az egyházban, a közösségépítésekben, de valójában mindig ott kell lennünk, mondhatnám azt, hogy az ütőeren tartani a kezünket, hogy mi az, amire igény van. És ha erre igény van, akkor ezt ki kell szolgálnunk. A téma első évben
teljesen a férfi karakterre figyeltünk, a szenvedés, az erő, a stram életvezetés. Most például a mostani első körben a szóról elmélkedünk. Az emberi szó és az isteni szó, de egy férfinak a szava, egy férfinak az igenje, a nemje, vagy egy férfinak az imádsága, vagy Isten szavát, hogy hallja, speciális. Hát ilyenekről emlékedünk, de mindig szem előtt tartva, hogy itt férfiakról van szó, és ezt ők is érzik, és örülök, hogy igénylik. Olvastam egy könyvet, és több könyvet Anselm Grüntől, és ő neki volt egy érdekes mondása, hogy tulajdonképpen a templomokban a férfiak manapság nem találják a helyüket. Tehát megszólítják a gyerekeket, megszólítják a fiatalokat, a nőket, az időseket, és hogy valahogy a férfiakat így elfelejtették. Akkor ez egy ilyen hiánypótlás, és lehet nekem rögtön ez jutott egyébként eszembe, hogy ebben lehet valami igazság ön szerint? Az Isten az embert férfinak, nőnek teremtette, és mások vagyunk. Másképp gondolkodunk, másképp látjuk az életet, másképp érzünk. És az egyház is egy kicsit úgy a családban a férfi oldalát, mintha elengedte volna. Régebben nagyon sok férfi közösség, a kalott, kolping, tehát megvoltak ezek a férfi csoportok, vagy a régi közösségekben, egy falusi közösségi életben a férfiaknak óriási közösségük volt. Szervezetten is, és szervezetlenül is természetes közösségek. És ezek nagyon fontosak voltak. Tehát nem kellett annyira figyelni az egyháznak arra, hogy a férfiakkal külön törődjön, és megvoltak ezek az utak. Most ezt külön kell megvalósítani, és hogy a férfi szívben erre vágy van és szándék van, ezt ők bizonyítják, ezt már nem nekem kell így rájuk erőltetni. Elkezdődött a tanév, a 2022-23-as tanév. Az egyházmegye iskoláiban, óvodáiban milyen tanévre számítanak? Én azt szeretném, ha a tanári testületek a lehető legjobb hangulattal, örömmel, szeretettel, és nem utolsó sorban tudással végeznék a munkájukat. Hisz egy iskola légkörét, életét elsősorban a tanári kar határozza meg. És utána a gyerekek ehhez állnak be. Én is jártam iskolába, tudom, hogy működtek ezek az utak. És nagyon szeretném, hogy az igényesebb keresztény úton induló gyerekek igényesebb, gazdagabb segítséget kapjanak a hitük megélésében, és hogy mindazok a fiatalok, akik pedig valahol a szívük mélyén vágynak az Istennel való találkozásra, vagy keresők lettek, ha már itt vagyok egy egyháziskolában, rákérdezek, hogy is van az én életemben, hogy van ez az én szívemben, akkor nekik pedig a katekumen csoportokban adjunk segítséget, hogy kitisztázódjon, hogy is van ez a hit, mi is ez valójában, hisz ez egy kapcsolat, ez egy találkozás. Találkozás Jézus Krisztussal, kapcsolat az élő Istennel, de ebben segíteni kell, hogy kialakuljon. Az intézményekbe személyesen is ellátogatott, mit tapasztalt? A nagyobb városokban, illetve akár a kisebb településeken? Az intézményeket hál' Istennek sikerült meglátogatnom. Rövid, egyszerű vagy ünnepi látogatások voltak, és most kezdem az úgynevezett mélyebb látogatást, hogy egy-egy napot fogok eltölteni minden intézményben, egy adott napon látogatom őket, és akkor biztos vagyok benne, hogy még mélyebbre fogok látni az iskolák életében. Voltunk korábban mi is olyan szentmisén, ahol a gyerekekhez szólnak, nagyon sok helyen van. Például Kertvárosban van egy ilyen bábos szentmise, hogy minél több gyereket megszólítsanak. Ezekről mi az ön véleménye, ezekről a kezdeményezésekről, hogy egy picit a gyerekeket is így aktívvá tenni, akár a szentmisén, akár külön hittanórán? Nagyon jó. Minden papnak karizma szerint kell dolgozni. Tehát aki ehhez ért, ebben lát fantáziát, akkor nagyon fontos, arra kell vigyáznunk, hogy
mindenképp megszólítsunk a maga nyelvén, nem csak a vatikáni zsinat miatt, hogy magyarul, hanem a saját nyelvén, mint ahogy amit mondok, hogy a férfiakat a férfiak nyelvén kell, a asszonyokat, nőket szintén a saját nyelvükön. A gyerekeket is a saját nyelvükön kell megszólítani, mert az befogadók, értők, csak nagyon vigyáznunk kell, és ez egy egyensúly feszültség a liturgiában, de hogy ne billenjen ez el, de a Kertvárosban nagyon örülök, hogy ezt kiválóan csinálják, és boldog vagyok, hogy vannak ilyen szentmisék. Van elég hitoktató? Van elég olyan ember, aki a gyerekeket a hitre neveli? Igen, hál' Istennek elkötelezett, nagyon jó lelkületű hitoktatóink vannak, akik mindent megtesznek a gyerekekért, és most ettől az évtől minden utat megkeresünk ahhoz, hogy a plébániai csoportok, a plébániai közösségek is erősödjenek, azaz, hogy a gyerekek ne csak az iskolában, hanem a hétvégeken a plébánián legyenek, ezek nem hittanórák, egyszerű közösségi találkozók. A közösségek mennyire működnek jól a Pécsi Egyházmegyében? Most például arra is gondolok, hogy akár templom felújítás, vagy bármiféle fejlesztés, hogy nagyon sokszor van az, hogy összefognak, és ők kezdik el, ők indítják el, természetesen kérnek és kapnak hozzá segítséget, de erről mi a véleménye ezekről a templom felújításokról, illetve a különböző fejlesztésekről? A közösségeknek két nagy titka van. Az egyik, hogy milyen volt a múlt. Tehát van, ahol a múlt, a történelem, atyák, akik ott szolgáltak, nagyon erős, önálló csoportokat, közösségeket, embereket neveltek ki, és azok ma is látom, hogy nagyon önállóak és nagyon határozottak. Vannak helyek, ahol most kell elkezdenünk, és azt mondani, hogy kérem azt a 4-5 családot, üljön le, beszéljék át, induljon el a közösségnek a saját önálló élete, az önálló szerveződése. És ennek csak egy parányi része a fizikai karbantartás, a sokkal súlypontosabb az a közösségnek az élete, meghívni másokat, befogadni és szolgálni a falu közösségét, az egyház közösségét. Voltam én is így látogató, vagy hallottam, hogy takarítanak a másnapi búcsúra a templomban, és akkor kimentem megnézni, és ott voltak hölgyek, urak, a férfiak a fát, a gajat rendezték, a füvet, az asszonyok bent dolgoztak, takarítottak, és öröm volt látni, hogy milyen jó ízzel, jó hangulattal dolgoznak azért, hogy holnap itt ünnepi színek, ünnepi körülmények legyenek. Nem csak a gyerekeknek, nem csak a fiataloknak az oktatásáról, neveléséről esik szó mostanában, hanem a fiatal püspökök képzését. Ezt hogy kell elképzelnünk, ezt a találkozót? A képzés, ugye egy pap püspök életében az halálig tart, és ezt állandóan meg kell élni, és Rómában van egy ilyen program, hogy a fiatal püspökök a világ minden tájáról összejönnek, és ott egy hétig van a hitnek, az életnek, a kormányzásnak, a titkáról, mélyéről beszélgetések, előadások. Ez egy nagyon különleges dolog, főleg ott megélni. Egyrészt, hogy az ember püspök lett, ez megrendítő. Azt gondolom, erre nem lehet fölkészülni, és az ember a minden méltatlansága tudatában próbál helytállni egy ilyen szolgálatban. És amikor ott látjuk egymást, 190-en voltunk ebben a turnusban, két turnus volt, akkor megerősödik az ember, hogy ettől sokkal nehezebb körülmények között, üldöztetett országokban is, ott vannak a kollégák, ők is Krisztus szemében néztek, ők is igent mondtak, és ők is mindent megtesznek, hogy helytálljanak ebben a feladatban. Gyönyörű találkozó volt, és én nagyon sokat tanultam, erősödtem, gazdagodtam az előadók által, és a kollégákkal való kapcsolaton keresztül. És ugye egy püspök mindvégig pap marad, de mennyivel több ön szerint, mennyivel nagyobb feladat püspöknek lenni, mint papnak?
Vagy csak nagyobb, nagyobb közösséget kell átlátni, irányítani? Azt gondolom, a keresztje nagyobb, egyértelműen, tehát a plébánosi keresztet is nagynak gondoltam, és azt gondoltam, hogy ez most már, ehhez már nem lehet hozzátenni, és nagyobban, de az Úr után azt mondta, hogy na, fogadjunk, hogy még egy kicsit nagyobbra ki tudjuk cserélni. Egyébként meg ugyanúgy pap. Ugyanúgy pap. Csak nekem ugye egy nagyobb felületre, itt két megyére, és elsősorban a papokra, intézményvezetőkre, hitoktatókra, munkatársakra kell figyelnem, nem egy egyházközségre, hanem egy egyházmegyének a gondja van a szívemen, de hát ehhez kiváló segítőim vannak, és akkor így tudjuk jól megoldani. Milyen adventet kíván a Pécsi Egyházmegyének? Az emberi életben a várakozás mindig a legnagyobb dolgok közé tartozott. De most ebben a nagyon megváltozott és zavarossá vált világban különösképpen is tanulnunk kell a várakozást. Az advent, mint minden egyházi ünnep, az emberi életnek egy nagyon fontos felületére irányítja a figyelmet. Az advent a várakozás. És meg kell, a gyerekkel meg kell tanítani egy szülőnek a várakozást, hogy megvárjon, hogy beérjen egy gyümölcs. És most ugyanezt kell az egyházban, a családokban megélni, arra nagyon vigyázni, ez nem tétlen várakozás. Ez nem a buszmegállóban állok és várakozom, hanem ez egy nagyon aktív, munkával, figyeléssel, készülettel történik, de tudom, hogy valami több, jobb jön, és én is ezt élem. Most mondhatnám, hogy nem 4 hét az advent, persze akkor ünnepeljük, de most az egyházmegye egy óriási adventben van, egy óriási várakozásban, hogy hogy tudjuk megújítani a közösségeinket, a plébániai közösségeinket, hogy tudjuk a családjainkat egy kicsit még élőbbé tenni, és hogy tudunk segíteni mindazokon, akik tőlünk várják a segítséget, és az Isten rajtunk keresztül akar nekik segíteni. Jó, szép várakozást kívánok akkor, és köszönöm szépen, hogy eljöhettünk és beszélgethettünk ma. Nagyon szépen köszönöm. Hitvallás című műsorunk külön kiadását látták. Viszontlátásra!